Szeretettel üdvözlöm Önöket itt a művészbejáróban. A mai adás elég különlegesnek ígérkezik, ugyanis most nem csak egy színész kollégám jött ide beszélgetni, hanem hozott magával egy díszlettervezőt, egy jelmeztervezőt, egy koreográfust, és ha ez még mind nem lenne elég, még egy színházigazgatót is. Azért túl sokat nem kellett aggódnom, hogy hogy fogunk majd összezsúfolódni itt ebben a kis stúdióban ennyien. Hogy miért nem kellett aggódnom, azt rögtön meglátják Önök is. A mai vendégem és beszélgető társam Böröndi Tamás, aki a Vidám Színpad igazgatója, koreográfus, a díszlettervezője, jelmeztervezője, és a színház szinte minden előadásában játszott színész. Zseniális, hogy összeszedted, én is köszöntök mindenkit. Kihagytam valamit, azért nem, mondjam. Ez állati, ez zseniális volt, tök jó volt. Igen, és köszönöm, most hirtelen azon gondolkoztam, hogy ki a túró fog még bejönni majd. Fölcsigáztalak egy kicsit. Az az igazság, tudod, hogy miatt még bármit kérdeznél, sose felejtem, amikor megtaláltuk az új helyszínt itt Óbudán, akkor én voltam az, aki mindent tudtam, mert én raktam össze szenikailag a színpadot, a fényt, a hangot, de a kelléktől kezdve minden, ha valami nem volt meg, mert ugye 1,50 magasan van a színpad, ami körben van szoknyázva, de ugye a lehetőség az olyan volt, hogy mindent a színpad alatt tartottuk. Hát de valami volt, nem persze. Volt meg, az én drága Straub Dezső barátom, pont aztán nincs meg, léces, keresd meg a nem tudom milyen keszkenőmet, vagy nem tudom fenét, és akkor egyszer alsógatyába kúsztam be a színpad alatt, és kerestem valamit. Alázatosan térdre ereszkedve. Hogy hol, ez a rohadék meg hátulról szépen engem fotózott, csináltam képeket, amit azt hiszem nem raktak föl, mert nagyon segbe rossz. Nem is értem miért. Na mindegy, szóval tény és való, hogy egy ilyen hihetetlen mindenes vagyok. Sokszor agyamra megyek, mert ez a maximalizmus, ez nem mindig jó, meg próbálom elengedni a dolgokat, de az a baj, hogy amikor elengedtem, akkor mindig azt éreztem, hogy volt egy-két olyan baki a fenegyemek, ha nem engedem el, akkor azt mondjuk nincsen. De azért ebből már adtam lejjebb, úgyhogy most már szerintem... Már csak 18 darabban játszol. Már csak Böröndi Tamás vagy. Nem, és, nem, ja. Ja, és attól, mert igazgató vagyok, nem cél az. Aha. Sőt, most már abszolút az, hogy nem játszom a darabokba, például két új darabban nem vagyok kezdett benne. Kezdett kirendezni magad? Abszolút. Igazgatói hatalmadnál fogva nem osztasz magadra szerepet? Nem vagyok az, aki azt mondom, most ide nekem, és azonnal, és nem, szó nincs róla. Figyelj, akkor. Na, ez jó. Színházi mindenes, mint egy jó sampon, 5-1. Hát figyelj, az az igazság, hogy ezt mindig a drága Boldogi Gyuszinak tulajdonítom ezt a dolgot, mert amikor 96-ban elküldött minket, akkor még nem tudtuk, hogy így hívják, hogy kényszervállalkozó, tudod? Mert ő volt az az úttörő, aki a színházi világban mindig fantasztikus új gazdasági dolgokat talált ki. Emlékszem, hogy én még Debrecenben voltam, amikor mesélték, hogy a Boldogi Gyuszi meg a Schmidt Bözsi, aki a gazdasági vezetője volt, kitalálták azt, hogy a színészeknek hogy legyen jó. És akkor ez ritka egyébként, mikor ezt találják ki. De kitalálták azt, hogy akkor jött be ez a pontrendszer, igen, amit először vidéken kezdtek el ugye használni, hasznosítani, hogy van egy bizonyos kötelező szám, előadásszám, és a fölötte már kapsz pénzt. De érdekes, hogy a színháznak se került több pénzébe, de valamit belül úgy kevertek, osztottak, szoroztak, ez a Gyuszinak az érdeme volt. Úgyhogy el is küldött minket a színháztól annó, a Vidámról, amikor szerben mondta, hogy nem akarja utánunk már fizetni a különböző járulékos költségeket, de a színház tagjai kell, hogy maradjunk. Aha. Hogyha valami munka van, akkor szóljunk, és akkor persze elenged. Legtöbbször úgy volt, hogy a Zubornyák Zoli ugrott be mindig helyettem, hogyha mentünk Amerikába fölépni, rendben van, de hozzám magad helyett valaki, te rendezd le, ugorjon be, csinálj meg a darabot helyetted, és mehetsz. Tehát nála ezek a hakni dolgok, ezek olyan szentek voltak. Na és amikor elküldött minket ugye ilyen kétszer vállalkozónak, akkor az ember elkezdett beletanulni, akkor ez hogy mind működik, tudod? Hát kénytelenek voltunk egyébként. És ha nem volt számlatőben, nem hívtak fellépni. Így van. Sose felejtem, mert drága Besenyei Feri bácsival nagyon sokat haknéztunk, és akkor látom, hogy hozza a kis számlatömbét, és volt egy pecsét, és egy gyönyörű szép lófej volt rajta. Oh. És nem akarom, hogy lődös a rohadt beszélni, az embert el sem tudom énekelni, ha én gazdagodik, ha nincs az a rohadt. Nem mondom, Feri bácsi, és milyen a gyönyörű pecsét, milyen? Betéti társaság. És az volt odaéve, hogy művészet és lótenyésztő Betéti társaság, mert Pilis Boros Jenőn volt még a lovardája, amit működtetett, és mellé oda rakta azt, hogy művészeti Betéti társaság, de szegény, édes a két társ művészet. Ezt figyelj, hát őrületünk, az ember bele van kényszerítve idősebb fejjel ilyen vállalkozásba, az nagyon durva volt. De figyelj, akkor mi megtanultuk. Én csináltam ugye a Rock Színháznak a Musical Studiát az Arany 10-be, 10 évig tanítottam, vezettem,
és aztán mellette meg elkezdtem rendezvényszervezéssel foglalkozni, és azáltal, hogy az ember mind a két oldalon áll, pontosan tudtam, hogy az embernek nem önmegvalósítani kell, hanem szolgáltatni. Meg megvalósítani. Igen, tehát állati fontos, hogy szolgáltatni az, amit a megrendelő szeretne, a helyszín, milyen alkalomból, hogy ezek állati fontosak voltak, és amire büszke voltam, hogy sosem húzogattam fiókokat, tehát nem ugyanazt a palcon sütögettem el, és ettől volt az, hogy amikor már volt mindenkinek honlapja, nekem nem, és mégis kézről kézre adtak. Tehát azt mondom, hogy te voltál a szájhagyomány. Most mondhatnám, nem tudom, mondhatok ilyen márkaneveket, meg ilyesmiket. Tőlem nyugodtan legfeljebb kíván, kifütyülik. Nem, tehát azt mondom, hogy a Tommy Hilfiger, a buszüzlet bevezetése, a Kuka, amikor hazajött Németországba Fradi pályán, azt a német DSF névet RTL televízió kérte meg, azt én rendeztem koreográfát. Tehát egy csomó olyan dolog volt, amitől az ember, azt mondom, hogy az élet hozta úgy, hogy megtanultam azt, hogy milyen ez az oldal, és milyen a másik oldal. Tehát és ott nem nagyon lehetett hibázni, mert ott nagyon sok pénzek forogtak. Így van. Nagyon sok pénz forgott. Így van, így van. És, nem, és az az igazság, hogy amikor mind a két oldalon vagy, akkor van ez a lehetőség, hogy van egy moziterem, ami 460 személyes, a drága Szabó Dezső barátom a kislányával ketten ültek a nézőtre, néztek valami mesefilmet. És ők voltak a nézők? És kicsit féltek a hatalmas nagy terembe, és akkor elindult egy ilyen párbeszéd a mozinak a tulajdonosával, hogy az tényleg abszolút alkalmas színházteremnek. Én 2011-ben levédtem a színháznak a nevét, a Vidám Színpadot, akkor még nem tudtam, hogy miért. De a szellemi hivatal bementem, és ez valamire jó lesz, és akkor 13 novemberében vetettük meg a lábunkat a Óbudai Aerocenterbe, amit most át fognak gyönyörűen építeni. Ami ezt nem is tudtam. Bizony, most be fog és ti is át lesztek építődve? A mozi része az nem, a bejárati része az át fog alakulni. Mert ez nagyon, azért már rengeteg. Ez nagyon csinálta. Fontos, hogy Pomázon is tudják, mert ugye az agglomeráció, akik itt jönnek be, innentől persze. Hallom, hogy nagyon sokan járnak, hál' Istennek oda hozzánk. Hát hozzánk legközelebb eső Színház Budapest irányába át se kell menni a hídon, tehát figyelem, ha valaki jól így akar van. Mulatni, és nem akar nagyon messzire menni a belvárosba, akkor itt vagytok. És helyen. Ha ingyen akar parkolni, nagyon fontos. Ilyen az első 10 000 néző ilyen. Szerintem megvan Pomázra. Az ilyen előnyeik megvannak, igen, hál' Istennek. Figyelj, és akkor hát igen, most már, hogy sok oldalú vagy, hogy ez már nem is kérdés, meg kénytelen is vagy az lenni, de mondjuk menjünk már vissza egy 2-3 évtizeddel, meg még egy kicsivel többel mondjuk, hogy mikor kaptál fertőzést? Tehát volt valami családi indítatás? Figyelj, annyi volt, hogy a szüleim a Rábai Miklós által alapított Állami Népegyüttesnek a tagjai voltak. 1952-ben alapult az együttes, akkor ugye kint voltak nem tudom hány hónapig Kínában, és aztán utána tulajdonképpen én mondhatom azt, hogy mivel hogy közel laktunk az Állami Népegyütteshez, a Korvin téren volt a székház, mi meg a Bemra parton laktunk, azt mondhatom, hogy tulajdonképpen az együttesnek a ládái között nőttem fel. Tehát lényegében színházi takarásban nőttél fel, csak mondjuk abszolút. Tánc együttes. Igen. Tehát ott volt tánc, ének, zenekar, rengeteget voltam a színpadon, nem tudtak hova, akkor még nem voltak egy babysitter, vagy nagymama, hogyha ráír, nem volt telefon. Akkor az, hogy egyáltalán otthon vonalas telefon legyen, az el kellett menni az ülőtönki Kispestre, hogy nagymama, gyere majd be, nem tudom. Tehát ez ma átgondolva, ez valami katasztrofális. Nem, ilyen UFO-nak tűnik. Így teljesen. Úgyhogy én teljesen jó el voltam együttesnek a ládai között. Mind a ketten színpadon voltak egyébként? Táncosok igen, voltak? Igen, nem, énekesek voltak. Ja, énekesek voltak. Sose felejtem, volt az Erkel Színházban egyszer az Ecsegi Lakodalmas műsort adták elő, és valahogy állati rossz kölyök voltam, bezártak a öltöztetők a ruhaládába, és valahogy kijöttem meg, borzasztó, miket műveltem, és akkor bevittek magukkal úgy a színpadra, hogy a kóros ugye föláll ilyen kis dobogókra, ugye ki milyen méretű, akkor a sámlit kapott, és mindenki tök egyforma egyenes volt. A Foli Berzser. Így van, és akkor én azt tudom, hogy anyukám a szopránba énekelt, apám a basszusba, de anyu nagy szoknyája mögött álltam a két sor között, mert sötétben volt a bevonulás, én ott megálltam valahogy, megfogtak, mert irgalmatlan rossz voltam, és itt úgy ment le a kórusnak a Csenki Imre által vezényel csodálatos kórusművek, amit én ott hallgattam ott két sor között szépen. Tehát, és nem volt belső készítetésed, hogy meg kéne mutatni magad a színpad, akkor még nem volt. Hát nem, de figyelj, én annyira imádtam, tehát én azt mondom, hogy tulajdonképpen amit akkor a Rábai csinált, az egy zenés táncos színház volt. Tehát ott az énekesektől a táncosoktól kezdve azok egyéniségek voltak. Tehát mindegyikre külön rá kellett nézni, és mindegyiket imádtam, szerettem.
olyan megható az, amikor Rábainak vannak a különböző halálának évfordulói, az együttesnek az évfordulója, ugyanúgy meghívnak, mint a tagja lettem volna az együttesnek. Tulajdonképpen tagja, külsős tagja voltam. Külsős tagja voltam, és azáltal, hogy az a színházi világhoz valami módon közöm lett, úgy nagyon borzasztó helyesen elfogadtak, majdnem, mint ilyen örökös tagnak. Drága szegény apám az is volt, és minden ilyen eseményen meg voltam hívva, és én nagyon-nagyon szerettem. Tulajdonképpen a Román Sanyi csinál valami hasonlót. Igen. Most az Expedidence-be, hogy ezek a különböző táncjátékok, ezek valamiről is szólnak. Ott a Kisbolytár, ami számomra egy csodálatos kétfelvonásos táncjáték volt, csoda történettel. És azt anyukám mesélte, hogy állandóan rabló vezérnek a koreográf fejét otthon ilyen fekete palástal a tükör előtt. Persze. Ott táncoltam. Kevés olyan Kálai kettőstől kezdve, vagy a Kalocsai valami, amiket úgy annyiszor láttam, hogy ne tudtam volna eltáncolni, anélkül, hogy részt vettem volna ott a színpadon. Igen, lehet, hogy találkoztam veled, hogy te ott voltál anyukádik, amely láttam az ecseri lakodalmas gyerekkorom, hogy mi szerintem ott valahol találkoztunk. Igen, az nekem az egy csodálatos. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a részét szerintem anyateljes szippantottam magamban, és nagyon-nagyon nem bánom, egy csodálatos gyerekkorom volt ezáltal. De várj, azért ott az egy nagyon picit, hát színház persze, de egy picit más világnál, az sosem merült föl benned, hogy hát lehettél volna néptáncos is? Figyelj, vagy énekes, már én, úgy igen, ott. És én táncoltam is, csak aztán jó szülei nem engedték. Ugye ez egy profi együttes volt, mellett aztán még volt a Honvéd együttes, meg nem tudom, aki profi volt, és pontosan tudták, mert állandó fiatalitás volt. Tehát ugye gyerek fejjel, amikor azt mondom, anyukát hány éves, az 32, úristen, de öreg, borzasztó. Ez valami, ez úgy megmaradt bennem, de nem emlékszem már rá, hogy de azt hiszem ilyen 40 éves korban már mondjuk az énekesed, a táncosok még hamarabb, hát be kellett, hogy fejezzék. Hát elhasználódik az összes ízületük. Igen, meg fiatalitás, fiatal arcok, valami. És megmondom őszintén, hogy azóta, mióta, hogy ugye meg vagyok hívva ezekre az összejövetelekre, látom azokat a csodálatos táncosokat. Sajti Sanyi, Erdélyi Tibi, akiknek külön már van amatőr táncegyüttesek, a Vadrózsák, az Erdélyi Tibor, aki egyébként Kossuth népművész, aki faragó művész. És látom azt, hogy tönkrementek, tehát tönkrement a lábuk, bottal járnak, mankó, valamire. Igen, úgy gondolom, hogy a népi tánc, ugye ez a igazi csapásolós, oda csapom a lábam valami, hát a magyar hogy ez ha valami, egyetlen. Akkor ez az ízületeknek nagyon nem tesz jót. Drága anyám, még ezt látva nagyon-nagyon nem javasolták, és mondhatni azt, hogy nem engedték, pedig én nagyon imádtam volna. Helyette letérszínész, ami csak az idegeit amortizálja ugyanúgy, de az nem olyan látványos. Igen, de jó, óriási volt, mert ezeket a tapasztalatokat, ezeket nagyon-nagyon jól tudtam hasznosítani a színészi pályán is. Sose felejtem el, amikor Debrecenből fölkerültem, a Seregi hívott az Operett Színházba, csináltam a Mágnás Miskát. Mm. És ott már volt egy kész koreográfia, nekem egy kész produkcióba kvázi be kellett állni. Átvettem a szerepet, nem is emlékszem már kitől. És mondtam, hogy én szeretnék egy más koreográfiát csinálni, mert hogy most nem ez a sántafarkas, ugrunk izért, ugye nem kell mondanom neked, hanem én nekem igazi népi tánc. Igen, tehát ugye népi tánc, csapásolós, pásztorbotolós, a Délibábos Hortobágyon, Kovi Zsuzsi volt a partnerem, ugye az, hogy ott két bottal elkezdtem botot forgatni, csapásoltam valami, hát ez operetben, amikor megszokták azt, hogy valami egész, mondták, úristen, és akkor persze minden egyes számnál, amit én hoztam a néptáncművészetből, ezt gyönyörűen beépítettem, és imádták, szerették. A Debrecenbe, a Viktória cím operetben, ugye, mint szőke cigány, 67. Ráci Jancsi. Tehát olyan cigánytáncot nyomtál, ennek a végén az ember, ugye megfogtam a lábamat, mint a népi együttesbe, a cigánytáncba, és mielőtt és megcsókoltam a csizmámat így állva, odahúztam, és onnan indultam. Most nem kérlek meg, hogy próbáld meg, ki még humanitárius okokból. Úgyhogy ilyen, ebben a dologban azt hiszem, hogy eléggé úttörő voltam, hogy nem a szabványtáncok jöttek, hát ott is már kettő az egyben voltál, mert akkor nem csak színészként. Igen, tényleg. Igen, és sosem felejtem, amikor főiskolás voltam, drága Fodor Anti, meg Szirmai Béla volt a koreográfus, és csináltuk a Showboat című musicalt. És akkor volt egy
rengeteg tánc volt bennem, rengeteg tánc. Első felvonást azt hiszem az Anti csinálta, másodikat csinálta Béla, és akkor volt egy pár olyan, hogy azt mondja, na jó, jó, látom, Tamás ezt megcsinálja magának, jó? Úgyhogy a fotoradi látta vagy érezte bennem azt, hogy egy csomó olyan van, hogy az embernek az, hogy zenei általánosba jártam, konzervatóriumot végeztem, van egy énektanári végzettségem, tehát a zene az nagyon-nagyon közel áll hozzám, tehát nem lehet nagyon zavarba hozni engem. Egy kottával, ha kezedben nyomja. Egy kottával, vagy ritmussal, vagy bármivel. Az embernek, hogyha van jó fantáziája hozzá, akkor nyugodtan magamra adhatnak, és így lettem koreográfus. Is. Is. Akkor gondolom, föl sem merült, hogy amikor a színművészetére jelentkeztél, hogy a próza, vagy music, operett musical szak. Vagy volt ez kérdés? Ez nagyon érdekes. Ezt is valahol néptáncnak köszönhetem, mert volt egy nagyon édes néptáncos barátnőm, aki a Vasas Néptánc Együttesben táncolt, és egy nagyon sikeres Györgyfalvai Kati, a Szigeti Feri csinálták az együttest, nagyon sokat voltam ott, ott is azért táncoltam, színpadra nem mentem, és annyit utaztak, hogy túl sokat hagyott magamra. És akkor egy esti, mai napig elraktam, anyám mégsem tudtak róla, egy esti hírlapban megjelent egy ekkora pici hirdetés, hogy a Bartók Gyerekszínház stúdiója felvételt hirdet, énekelni, táncolni, verset, prózát mondani szerető fiatalok számára. Én megfogtam magam, és néma csöndbe elmentem, és aztán oda szépen fölvettek. Akkor ugye Kazán István volt az igazgató, drága Nyilas Judit volt Nyilas Judit volt az igazgató, bocsánat, még pont nemrég a Hirtén Pistával beszéltünk, akkor a Szolnoki Tibitől kezdve rengetegen jártunk oda. Egyszerre vettetek benne? Igen, az egy 2 éves stúdió volt, és akkor első év után volt, hogy pont indult a musical szak, az operett szak a főiskolán, és akkor felvételiztem, és meglepetésemre meg föl is vettek rá. És azt hogy dumáltad ki otthon? Mert szerintem anyukádék nem biztos, hogy nagyon hip-hip-hurrával fogadták. De örültek neki, meg hogy mondjam, akkor azt látták, hogy benőtt a fejem lágya, tudod? Tehát fontos az, hogy ezt már sokszor helyen elmondta, de úgy a családban is mindig én voltam, mindig ilyen kis latabárnak tituáltak engem vidéken, nagyon sokat nyaraltam vidéken sziget közben, de állandóan táncolt, állandóan hülyéskedtem, nemrég találtam meg az ellenőrzőmet, a látosiklás ellenőrzőt, ebben azt láttam beleírva, hogy Tamás kiesett a padból, már megint kiesett a padból, röhög az egész osztály, ezért megintem. Tehát ilyenek voltak az ellenőrzőmet. Karintival fűszerezett teltház az ellenőrzőmet. Valahogy mindig ez a hülyeség, a vidámság, ez valahogy az életem része volt. És a Debreceni Színházban volt lehetőség? Elvileg ott mindenki kapott valami másfajta dolgot, és nem amikor oda szerződtél a főiskola után. Így van, igen. Hát az, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon klassz volt, hogy én a Madásban voltam 3 évig, mint főiskolás. És hál' Istennek nagyon jó helyzetbe kerültem oda, mert ilyen nagyon helyes kis szerepeket is játszhattam, mint főiskolás. És Lengyel Gyuri, aki ott volt rendező, ugye őt kinevezték igazgatónak. Igen. És akkor tudom, még a Kelemen Csabáik, a Kelemen Csaba volt akkor, a Sziki Karcsi, Herceg Csilla szegény. Azt hiszem valami 10 vagy 12-en szerződtük le akkor Debrecenbe. Akkor volt az, hogy akkor igazából nem is lehetett Pesten maradni, mert azt mondták, hogy le kell menni vidékre, tanulod meg a szakmát. Igen, hát ami kötelező volt. Csernák Jancsinak volt valami előszerződése már, de neki is le kell jönni Debrecenbe. Hát én megmondom őszintén, én 4 gyönyörű szép évet töltöttem el, mindent játszottam. És azt mondták, hogy egy ilyen civis városban, hogyha valakit elfogadnak, megszeretnek, akkor azt nagyon megszeretik. Hál' Istennek én ide tartoztam, de ahogy mondod, a Oszbon Dühöngő ifjúságától kezdve, a Mánás Miska a Majától kezdve, a Bródi Sándor medikustól kezdve, mindent játszottam. Tehát, és hogy nem legyintett meg soha annak a szele, hogy hú, lehet, hogy a másik irányba, vagy kicsit a, mondjuk inkább most nem a zenés, a vidám irányba, hogy vagy úgy nem volt hiányod az utána lévő időszakokban, amikor már operett színház, rock színház, stb. Vidám színház, hogy figyelj, én vagy annyira betölt mindent. Nem tudom, hogy ugye mostanában, hogy mindig hallom, hogy ennél már csak az lett volna szebb, hogyha operaénekes leszek. Apám egyébként azt szerette volna, hogy karmester legyek. Tessék, ez még hátra van. Az is volt már, hogy vezényeltem zenekar. Gondolom, melyik a Floridor, nem? Szeleszten, mi a darab? Ja nem, ja. Élőben rendesen vezényel. Igazi, színdarabban. Nem, színdarabban. Ne bánts virágnak. Ne bánts virág, igen.
De hogy mondjam neked, azt hiszem, most mi volt a kérdés? Ja, csapongok, jövök, megyek, mint az őrület. Nekem is mindenről minden. Ja, nem a Debrecen, igen. Nem, az, tehát hogy a prózai utána, szerep, az, hogy amikor igen. Valami jó kis Vidám Dosztojevszki, vagy Németh László, nem. Tehát nincsenek ilyen hiányérzetek. Amiért elkezdtem mondani, opera énekes dolgot eszembe igen. Jutott, hogy tudod, amikor mindig azt mondják, amikor már nem lehet szóba elmondani, nem lehet musical, tehát valami, akkor jön az, hogy a megszólal az ének és a csodálatos zene, tehát az valami, valami olyan plusz és olyan katarz és olyan végkifejlet, amikor valaki operát énekel. Én nagyon-nagyon nehezen mondtam volna le, hogyha lett volna ilyen lehetőség, vagy nem is tudom, van esetleg egyébként ilyen lehetőség, de én nagyon-nagyon szerettem a zenés műfajt. Mert akkor, amikor az ember már nem tudott prózába elmondani valamit, például a mennyből a telefonba, akkor elkezdte énekelni a Jóistenhez, és akkor jöttek az állatok, és ugye és a második... És nem nagyon lehet második, tovább, a zenéhez nem, képest nem lehet tovább igen, fokozni. Igen, és akkor még az egy csodálatos dolog, amikor eközben még elkezdesz még táncolni is. Tehát azt mondom, hogy a mozgással, az énekkel, a csodálatos a zenével valamit puszba kifejezni, az mindig valamitől több, mint hogyha kvázi egy prózai szerepe. Hát jó, nem csak, de igazából ez így egy kerek egész, ha igen. Benne van a zene, a tánc meg az ének, és tényleg igen, nekem az mindig borzasztó zeneérzékelem vagyok, a most is a darabokban, ha a prózai darabról van szó, azt hiszem, hogy két zenés darabunk van a Kaktuszvirága, meg az Egy csók és már semmi. De ja, ami eredetileg is ami zenés. Eredeti zenés igen, de most a Vidám színpadon. De minden egyes darabban nagyon fontos szerepet szánok a zenének. Bizonyan. Hogy mikor, hol szólal meg, milyen zene, stílusába, hangulatába passzoljon, és ezek hál' Istennek mindegyik darabunkban ütnek. Nagyon jó helyen, jókor szólalnak. Bocsánat, és nem is gondolnak esetleg a nézők, vagy talán nem gondolnak bele, hogy egy rosszul megválasztott zene, még ha csak háttérzeneként szól, ki tudja az embereket úgy lendíteni az egészből. Igen. Tehát, hogy ez milyen fontos, precíz, még ha nem is te énekelsz, hanem csak igen. Éppen ott egy jelenet alatt igen. A háttérben igen. Szól a zene, hogy nagyon nem mindegy. Tehát lehet, hogy ugyanolyan munka az kiválogatni, mint akár megrendezni, vagy még igen. Olyanabb munka. Igen. Most erről az jutott eszembe, ez a precíz, meg majdhogy nem ez mérnöki munka, hogy ti rengeteg bohózatot játszotok, ami úgy néz ki, hogy ülök lenne a nézőtéren és csapkodom a térdemet a röhögéstől, vagy a röhögéssel együtt, ti meg fönt azt csináltok, amit akartok, ami fordítva nagyon nem így néz ki, mert szerintem pont ezek a bohózatot, ami már majdnem a bohóztréfa felé hajaz, azoknak kell lenni a lehető legprecízebb dolgoknak, illetve ott egy-egy másodperc is akár tud egy poént agyoncsapni, egy rosszul meghosszabbított vagy rövidített szünet, tehát akár ugyanazzal a hangsúlyjal mondasz valamit, csak egy picivel nagyobb szünetet hagysz, és lehet, hogy már nem lehet rajta nevetni. Akik most játszanak nálunk, és hál' Istennek próbálom a kis színházat fiatalítani, akiknek humora van, és lehet látni, hogy ha nincs is, de hogy benne van a lehetőség igen. Csinálni. Úgy gondolom, hogy ez a, és mindenki, akik ott vannak, mondják, hogy ez ennél nehezebb műfaj a Földön nincs. Igen. Tehát az, hogy jó ritmus érzékben olyankor szólalj meg, igen. Úgy add fel a labdát, úgy csat le a másik labdát. Tehát mondhatom azt, hogy a Dezsővel mi ezt azért elég rendesen megtanultuk a Vidám színpadon, és azt hiszem, hogy atyai mesterünk a Bodrogi Gyula volt ez ügyben, de nyilvánvaló otthonról is hoztunk valami olyan humorérzéket, amitől ez azért tudott működni, de azt érezhetem, és talán mondhatom szerinteleség nélkül, hogy valahogy ezt a mostani kis Vidám színpadot ezzel a műfaj, ami ketten tartjuk életbe. Tehát van négy Rékuni előadásunk, ami olyan full telt házakkal megy, hogy és hál' Istennek most már a hatodik évadot kezdjük, és jövő lesz a színház 70 éves. Ugye? Igen. 51. Így van, 51-ben, így van, pontosan. Illetve én úgy olvastam, hogy 49-ben elkezdődött ott valami két évig, csak aztán valahogy... De valamitől, igen, de igazából, ahogy én is utána néztem, ez 51-ben indult. Akkor nagy ünnep lesz jövőre. Hát így, a 65-et is nagyon klasszul megünnepeltük, isteni volt, nagyon jó volt, de bízom benne, igen. Tehát visszatérve erre a műfajra, olyan érdekes, hogy nagyon sokan játszanak vígjátékot, és mindenhol nevetnek, de hogy halljuk meg, úgy nagyon visszajáró közönségünk van, akikkel vannak ilyen találkozók, vannak ilyen e-mail váltások, és hogy leírják azt, hogy máshol is nevetnek, de nem úgy, mint nálunk, de tudod? Tehát, hogy valami... Egy vígjátékon, és nem akarom mondani, hogy valamikor most a Dezsővel elmentünk, egy drága kollégánk, meg jöttek föl vidékről, csinálták
a balfácánt. És ültünk egymás mellett, és nem... Ez a Födó? A Födó, igen. A Födó, igen. Nem nagyon tudtunk nevetni. Közben jó volt. Pedig az egy echte bohózat. Igen. Valamitől a rendező mást akart kihozni belőle, és ezáltal, és nem csak mi nem nevetünk, a közönség néha nevetett, mert voltak olyan helyzetek, amikor nem lehetett persze nem nevetni, csak olyan kis csalódás volt, hogy úristen, hogy ebből azért mi mit tudnánk csinálni. Mert mondom, hogy nem tudom, már nem is tudom, hogy hány éve, de ennyi évek után már az ember talán merhet ilyesmit mondani, meg hát gondolom, hogy azért az bizonyítja, hogy az ember nulláról fölépít egy színházat 13 novemberre óta, és azt mondom, hogy most már nem csak hétvégén játszunk, hanem hétköznap is, és akkor is tele van. Tehát most már visszatudsz nézni, hogy már hova jutottatok eddig. Várjál, mielőtt a Vidám színpad, onnantól Vidám színpad menthetetlenül, de még előtte most már arról beszéltünk, hogy jó sampon módjára működsz, sok az egyben, akkor viszont itt ez neked nem lesz probléma, találd ki, mi ez, ami itt a pohárban van. Nem tudod, segítek, nem baj. Egy színházi mini lexikon. Na. Amit én csináltam, egy pár színházi kifejezést beleírtam, ami most már az összes vendég kihúzott egyet, és helyel közel megfejtettünk mindent, ami nekünk természetes, meg használjuk, meg tudjuk, mit jelent, de lehet, hogy a nézőknek meglepetés, vagy esetleg hiába egy ismert magyar szó teljesen más értelemben használjuk. Úgyhogy húzzál egy lapot, nagyon óvatosan, hogy mit húzol ki, olvasd fel, hogy mi van rajta. Munkafény és lábfény. Na, hát munkafény, nem tudom, mit lehet neki. Ha én nem tudnám, hogy mi az, hogy munkafény, hát a fénynek, a munkának semmi köze egymáshoz egyrészt. A lábfény talán arra gondolhatnék, hogy most már lehet kapni olyan tornacipőket, tehát ha rálépsz, akkor elkezd villogni. Most ez nekünk a színházban nem lenne olyan veszett nagy segítség, akkor segíts már te, hogy mi. Hát most az a jó, mert nálunk pont a munkafény most fogjuk kicserélni, mert a munkafény az a fény, amikor az ember ugye nem használja a derítő meg a különböző színházi lámpákat, hanem akkor egyszerűen nálunk milyen, hogy is hívják ezeket, ilyen derítő lámpák vannak, amit lehet praktikertben vettem, ilyen fekete kocka alakú, és van benne egy ilyen vonalizó, ebből van főrakja 8. Ami a tulajdonsága ennek a lámpának, hogy körülbelül 2-3 hét alatt elég. Ez a legjobb tulajdonsága. Benne minden úgy, ahogy van elég, úgyhogy a munkafény azt általában a díszítéskor, meg amikor próbálunk valamilyen darabot, elején. akkor próbák elején, akkor használjuk, és aztán amikor ugye, amikor az kikapcsoljuk, és bejönnek a igazafények, igazi a színházi fények, akkor ugye valami ott elkezd megszületni. Például már nem látjuk a rendezőt végre. Például igen, és addig pedig igazából olyan, mint a kvázi az ember otthon lenne, és fölülről kap valami jobb a fényt. Hát a lábfény az sokféle minden lehet. Nálunk a lábfény az például körbe a színpad körül van, hogy ne essünk pofára. Igen. Tehát nagyon fontos az, hogy ezek a fények le vannak takarva kék fóliával, azáltal, hogyha netán kilátszódna a szoknya takarása a színpadnak, hogy a néző felé, akkor az ne látszódjon ki. Ezek általában kék fóliával letakart ilyen, milyen lámpákat is vettünk, ilyen vitorlás lámpák, tudod, ami ilyen kis hálóval van letakarva. Ja, hajókon raknak ilyen lámpákat, nekünk ebből van kialakítva a lábfény. Majdnem olyan, mint egy karácsonyi izzósor tulajdonképpen. Most már van lecsik is, mert az meg állati klasszul végigvilágítja a színpad alját, és szépen be tudok mászni, aki elég ki a színpad. Most már látok is legalább. Lehet, hogy a nézők egyébként nem tudják, hogy miért olyan fontos nekünk, hogy a takarásban, amikor fejveszetten rohangálunk át egyik jelenet, vagy a színpad egyik oldaláról a másikra hátul, az nekünk nem csak az, hogy sötét van a takarásban, hanem előtte még mondjuk 8 percig szembe vagyunk világítva irgalmatlan elős, nem munkafénnyel, hanem valamilyen reflektorral, és kimegyünk a sötét takarásba, akkor nekünk ott a vakhomály. Tehát semmit nem látunk, és a sok ellenséges díszletelem ott mind egy-egy esély arra, hogy biztos, hogy lekéssünk a következő, vagy hogy ügyeleten kössünk ki. Mondjuk ezért vannak még pluszba fehér ilyen szalagokkal kiragasztva, hogy a színpadnak a széle szikszalaggal. Mondjuk egy ellenséges lépcső, ami le kell menni a takarásba, és nem tudod pontosan hol van, szóval szerintem mindenkinek van egy-két ilyen érdekes történet. Igen. Na, akkor Vidám színpad, ami most egyrészt 70 éves lesz, másrészt ti pedig, ami ugyanaz, de majd elmondjuk, hogy ugyanaz, és mégsem. Vidám színpad újra töltve, vagy hogy kéne ezt mondani? 2.0, hát, folytatva, újra kezdve? Ti ezt hogy élitek meg, vagy hogy értékelitek? Állati fontos az, hogy amikor én 80-ban végeztem a főiskolát, 84-ig voltam Debrecenben, 85, főleg a Vidám színpad, aztán a Rock színház meg az operet, de ami nagyon fontos volt, az az, hogy mikor kinyitott a pénztár a Lévai utcában, akkor a pénztárnak, a sorbálóknak a vége az az opera
étteremnél állt, tehát a sarkon, az utca végén állt, a sor végén. Hallottam azt is, és meg is tapasztaltam, amikor voltam kint Amerikába föllépni, hogy voltak olyan amerikás magyarok, akik úgy vettek repülőjegyet, hogy mikor milyen eladás megy a Vidám színpadon, hogy azt szeretnék megnézni. Tehát ez állati, állati érdekes volt. Főleg 50-60-as, főleg hölgyek jártak a Vidám színpadra. Ez úgy jellemző volt. Hát amikor elkezdtük itt 13-ban az új helyszínen, Óbudán, hát akkor irgalmatlan meló volt. Nagyon nagy munka volt. Olyan nulláról kellett egyébként kezdeni a közönségnek? Csontra. Csont. Nem technikailag mondom, hanem a közönség. Ne, abszolút. Hát most képzeld azt el, hogy ami szerencse volt, hogy amikor kihúzták alulunk ezt a színházat, politikailag, vagy bár mindegy, kihúzták alulunk. A Bodrogi Gyula által vezetett nagyon híres Vidám színpadról beszélünk, ami a Révai utcában az opera mögött, ha esetleg a magazin nézők nem tudják, ott működött. Ami most a Centrál Színház. Most már Centrál Színház. Ugye az volt a Vidám színpad régen, és amikor ezt kihúzták alulunk, utána szerencse volt, meg még drága Csala Zsuzsival, Lórán Lenkével, Éles Béla, akihez nagyon sokat jártunk le Tatabányára, mert ő csinálta meg a Jászai Mari színházat Tatabányán. Tehát ott volt egy ilyen bányász művelődési ház, és abból csodálatos színházat csinálta. Béla egy fantasztikus színház csináló ember. Miután egy színházat csinált, színházból el lehetett pályázni, elpályázták tőle. Ő akkor nem adta föl, kitalálta a Budaörsi Játékszínt, ahol szintén egy csodálatos színházat csinált, és amitől, mert a Tatabányon is nagyon sokat járt le, még anno a Vidám színpad, a Révai utcából, de már ugye nem volt Vidám színpad, és akkor Budaörsön a Béla, hál' Istennek valami módon begyűjtött bennünket, akik ugye kizuhantunk a Vidám színpadról, és ott Budaörsön kezdtünk el játszani. Tehát akkor volt egy ilyen teljes átmenet, ez mennyi volt, egy év, két év? Vagy hát figyelj, ez hogy is volt, a Béla azt hiszem két ciklus csinált végig, én egy picit később csatlakoztam, mert közben én a rendezvényszervezés, meg a Rock Színház, műzikes, hogy ilyenek azok működtek, én kicsit később csatlakoztam, de ez olyan közel, nem tudom, 7-8 év volt. Azért az nagyon sok. Igen, és fantasztikus módon használt bennünket a Béla, sikerre halmoztunk, és ott megint az történt, ugye, hogy csinált egy színházat, amit el lehetett pályázni, és elpályázták tőle. Mi marhára sajnáltuk, próbáltunk segíteni, de nem lehetett, ott is a politika beleszólt a dolgokba. De hál' Istennek, hogy azáltal, hogy nem estünk ki a rutinból, meg a körforgásból, úgy együtt maradt a csapat, meg azért annó Dezső is, meg én is, Raúl Dezső, meg én is egy pár díszletet mi magunkévá tettünk a Vidám színpadról, és utaztunk vele az országban. Mentés másképp. Így van, legnagyobb. Pontosan. Igen. Tehát ez volt a Kamalatének a Négymesztelen férfi, és az Ön is lehet gyilkos, az a spanyol állati bűnügyi vígjáték. Ezzel nagyon sokat utaztunk, tehát valami módon próbáltuk a csapatot úgy edzésbe tartani. Meg akkor olyan folytonosság azért, még amennyire lehetett, hát, úgy valamennyire. Igen, de ahhoz képest, hogy azt mondom, hogy Pesten volt egy kísérlet, még Weberbe, aki anno az összes szilveszteri élőműsort ő szerkeszte, a televíziós beállt. Fölhívott telefonon, hogy hallja, hogy nincs ide, hogy működünk, és valami, hogy akkor csináljunk előadást karácsony és szilveszter között a Szikra mozi, annak szétnyílik a teteje, ott a nyugatival szemre. Szikra mozi. Ott működött régebben a Rutka Éva Színház, akkor még ott valaki valamit csinált, és akkor az volt az érdekes, hogy volt ez a szerelmes nagykövet, ami ránk maradt Budaörsről, amit már nem játszottak, mert teljesen más irányt vett a színház. Akkor megvettem a díszletét, és akkor azzal a darabban játszottuk. És mondom a Beának, igen, van ez a darab, ezt tudjuk játszani. Na, de hát sehol nem voltunk. Hát mennyi? Hát tizen nem tudom hány év telt. Tehát az, hogy Vidám színpad, olyan fokon felejtették már az emberek. Igen. És képzeld azt el, hogy csináltunk három előadást, úgy, hogy a Dezsővel mentünk, kinyomtattuk a jegyeket, csináltunk ilyen, majdnem ilyen otthon nyomott plakátot, vagy nem tudom, és bevittük a különböző bevásárlóközpontokba, ahol volt ilyen jegyértékesítés, megkértük, akik még emlékeztek, jaj, a Vidám, igen, és hát, ha valami újra tud indulni, rádiókba bementünk.
Képzeld el, hogy csináltunk két teltházat úgy, hogy nem tudom, hogy honnan, vagy hogyan, vagy valami. Ugye, még azt hiszem, talán az is volt. Hát nem valami ilyesmi, hogy hát, ha nincs pénz marketingre, akkor valaki hát, de utána azért nagy csalódás volt, mert ott is voltak mindenféle kanyhalóságok. Csak hogy ne legyen egyszerű. Nem fizetek, nem tudom. Igen, tehát, sajnos a kicsengése nem volt túl jó. Arra jó volt, hogy valami módon, amikor már tudod, hogy eltelik annyi idő, hogy most már inkább azon vagyok, hogy már el is felejtettem, és mi a következő. Persze. Valahogy mindig egy picikét ugye a mélyről fel tudtunk törni, aha, és valahogy úgy nem hagytuk magunkat. És azért ez arra volt jó, hogy amikor Dezső megtalált ezt a helyet Óbudán, ahogy meséltem, akkor itt össze lehetett rántani a csapatot. És akkor ti azt rögtön tudtátok, hogy na, akkor itt fogjuk folytatni, vagy innen kezdjük, igen, vagy ez és a rendezvény szervezéses múltamból, ugye rengeteg olyan kapcsolati tőkém volt, szenikailag, fény, hang, színpadtechnikailag, hogy igazából pikpak összeraktam egy 12 méterre, 8 méterre színpadot, mögöttünk volt az ország legnagyobb vetítővászna, egy nagy fehérvászon, ezt még a Vajna építette, ami hát irgalmatlan derítést adott nekünk, de hát ekkora négyzetméter, miből fekete anyagot, hogy takarod le. Igen, és akkor volt két statív rajta, 6-6 lámpa, le van fotózva, és így kezdtük el a színházat, és most válaszoljak a kérdésedre. Ami fantasztikus, hogy a közönség, ahogy mondtam a régi színháznál, igen, hogy 50-60 év pluszosok, főleg hölgyek, rengeteg fiatal. Tehát 20 éves, aha, fiatalok ülnek, sőt, gyerekek ülnek a nézőtéren. Nagyon sokszor fölírnak az irodában, drága kolléganőimet, akik zseniálisak, fantasztikusak. Drága Nikikimet megkérdezik, hogy akkor ebben az előadásban hangzanak-e el esetleg káromkodások, csúnya kifejezések, valami. Tehát, tehát megy lejjebb a korhatár, megy le a korhatár, és akkor ezeket nagyon komolyan be kell lőjük, hogy akkor ez... Igen. Ilyen karika, olyan karika, olyan karika. Hány nézőt veszítünk, ha ezt kimondjuk? Hát igen, igen. Most nemrég bemutattunk egy darabot, ami Esztergály Szilvinek a főszereplésével. Götz Anna, Straub Dezső, én vagyunk benne, két csodálatos fiatal, Kispéter és Dömök Edina. És hát ez a darab egy liverpooli szerzőnek a darabja. Jaj, nem ez a beüt a ménkű? Beüt a ménkű. Láttam a fényképeiteket, elképesztően néztek ki. A Pali az író, képzeld, hogy eljött Londonból. Aha. Megnézte a premiér. Na most ez az előadás, amikor a Dezsővel elolvastuk a darabot, azt mondtuk, hogy húha, ez állati jó, ez Katona József Színház. Tehát ilyen portugál, vagy nem tudom, tehát olyan, ami tel is tele van káromkodással. De minden káromkodásnak annyira ott van a helye, nem tudod behelyettesíteni. Hogy nem lehet helyette mit mondani. Tehát amikor adva van egy nagymama, aki oda költözött a lányához, akinek egy lúzer férje van, két gyereke, az egyik az emós, a másik meg semmit nem csinál, mert csak a tévét nézi, meg nyomogatja a telefon, meg minden. De a nagymama ez nyer, nem tudom, 8 millió fontot a lottón. Hogy lehet megszerezni tőle? Na most innentől kezdve minden beindul, és akkora káromkodások vannak, de hál' Istennek, valami módon sikerült jól felvezetni a kis szinopszist, tudod? Ja. Hogy számítsanak rá. Így is a drága lányaim csinálják a nézőtéri felügyeletet meg a ruhatárat, és mondja azt hiszem, hogy egyszer-kétszer fordult elő, hogy elmentek a szünetben, mondták, hogy erre nem voltak felkészülve. Cili részről és minden, hát röpködnek ott a csodálatos kifejezések, de tehát állati fontos, hogy nem öncélú. Persze. Hanem nem csak azért, hogy vicces legyen, hanem... Ha elkezdünk mímeskedni, és azt mondjuk helyette, ebugatta, teremburája, meg nem tudom, nincs értelme. Tehát olyan dolgok történnek, olyanok a helyzetek, amikor muszáj azt mondani, hogy hát meg a karakterhez, hogyha elkezd finomkodni, a fényképeken, ahogy láttam, azért nagyon nem egy bolygó lennének a karakterek a szöveggel, amit mondanak. Te is az például első pillanattól kezdve egy nyilvánvaló volt, ahogy Dezsővel ti felosztottátok, hogy te vagy igazgató, ő pedig művészeti vezető. Hogy ez teljesen evidens volt, hogy ez így alakul, vagy figyelj, ez igazából borzasztó érdekes a dolog, mert teljesen prózai dologból alakult ez így ki. Mert azt hiszem, hogy mi voltunk a két utolsó leghülyébb, akik volt ez a TAO dolog. Igen. Mi ezt már hallottuk. Mi fölléptünk a Foginál, fölléptünk Budaörsön, minden hallottuk, TAO, mindenki TAO. Nem ért ez a TAO, vagy mi a bár? Nem ért. Mi az a TAO? Nem tudtuk. És akkor elkezdtük tudni, akkor már majdnem vége volt az egésznek. És akkor
A drága Megyeri Laci, akit még rockszínházas, mikor Evitát csináltuk a Margit szigeten, főiskola után 80-ban, igazából ő volt ennek a atya, vagy ő találta ki, nem tudom, hogy ez valami köze volt hozzá, és akkor felírtuk telefonon, a Laci még ennek van írt, vagy hogy van, mint van, és akkor elmentünk, és elmondta, és álmodoztuk, hogy mi mekkora hülyék vagyunk, igen, hogy ezt már 1000 éve kellett volna csinálni, mert hogy működtettünk színházat, persze, nem Vidám Színpad néven, igen, hanem Bulvár Színháza, nem tudom, mi volt a Dezsőnek egy ilyen levédett, nem, egy alapítványi színház. De már jogos utat vettetek volna. De abszolút. Na, de mindegy, hát ami késik, az a vonat. Igen, a Apostol Együttes megmondta, hogy utólag már sopánkodni kár. Így van. De elmentünk egy ügyet, és akkor megcsináltuk, és az volt az érdekes, hogy nekem volt 2 cégem, a Dezsőnek is volt cége. Nagyon fontos volt, hogy az a cég rendelkezzen azokkal a jogosítványokkal, persze, hogy ezt ő megcsinálhassa. Dezsőnek is volt ilyen, nekem is volt ilyen, de a Dezső egy kicsit behozta a kéziféket, mert azt mondja, hogy neki ő igazából ebből a cégből tartja el a családját, ő nem merte ezt a dolgot vállalni. Aztán azt mondom, nekem volt 2 a rendezvény, meg ez a már mind a 2 színházam, mondom, akkor én csinálom. Igazából, tehát így adódott, így adódott, ilyen szépen föltük el. Ennyi, igen, igen. De hát nagyon klasszul összedolgozunk, és aztán mondtam, hát, hogy meg neki a zseniálisan ír. Tehát állati ötletei vannak. Meg hát látom, hogy rendezi a darabokat. És nagyon-nagyon jó, tehát állati jó látját. Múltkor nagyon nagy nevettünk, mert nem voltunk egy másik ilyen televíziós műsorban, és akkor mindig azt mondták, és még visszatérve a Bartó Gyerekszínházra, Nyilas Judit mondta, hogy Tamás maga hihetetlen, maga egy állati jó finiselő, de ezt a kollégák nem fogják szeretni. Jaj, a próba folyamat közben nagyon, igen, tehát későn készülök el, de mert minden, majdnem mondtam, mire odafigyelek. Túl sok felé jár az agyam. Túl sok felé jár az agyam, de hál' Istennek a végeredmény az meg rendben van, csak ez a kollégákkal kiszúrás. Tehát mire a nézők látják, ott már ott vagy. Teljesen rendben van, csak körülötte mindenki idegbeteg, hogy nem tudja még, mi lesz, meg hogy lesz, meg nem tudom, mi lesz. És akkor a drága Dezsőben voltunk úgy, hogy, hogy azt mondta, hogy de hál' Istennek a végeredmény az mindig jó, közben elviselhetetlen az egész. Tehát, de hát mint művészeti vezető, mindig minden darabhoz olyan zseniálisan nyúl hozzá, hogy mindig tud beletenni még plusz olyan dolgokat, és olyan meglátásai vannak, amitől még vígjátékig lesz a vígjáték, tudod? Tehát ebben... Akkor nektek azért ez nagy adomány már, hogy ti egymásnak, hogy ti ketten belecsaptatok, elkezdtétek, folytatjátok, és végül is ketten az összes posztot, ami így szükséges, nem kell hozzá még külön embert elhívni, vagy hogy ti ketten kerek egész módjára tudtok ebben működni. Úgy valaki megkérdezte azért, hogy hirtelen, hogy most 65 kollega játszik nálunk, azért az nem kevés. Ez 2 társulat. És a kis menedzsment is, azok, múltkor összeszámoltam, azt hiszem 9 vagy 12 embert, tehát akiket ugye eltartunk. És hál' Istennek most olyan, most állt be minden. Mert tudjuk, a legelején, amikor jönnek nagyon sokan és akarnak segíteni, mindig az kell a legtöbbe. Tehát az persze, igen. Tehát és minél többen nyúlnak egy dologhoz, az garantáltan eltörik. Vagy hát elején folyamatosan ilyen, úgy mondják, ez a ürülék eltakarítás ment. Folyamatosan. De jó, azt nem kell kifizsgálni. Igen, azért mondtam így direkt. És nem ez korhatár, ez az adás. De nagyon kemény volt. Jöttek, mentek rendesen művészeti vezetőt, de azt érzem, hogy most, hál' Istennek, egy picit hátra tudok úgy dőlni. Na, ezt akartam kezdeni, hogy most úgy érzed, hogy igen, talán megnyugodni, nem lehet megnyugodni, mert igazgató vagy, tehát 0-24-ben, de attól még de úgy már gördül, érzem azt, hogy fantasztikusan beindult a színház. Tehát az, hogy állandó teltházaink vannak, veszik a bérletet, az irodámba mindig úgy vagyunk, hogy 10-től 4-ig, tehát és a jegypénztárnak... 10-től 4-ig, csak mondom, igen, az iroda, igen, de mindjárt nem lesz érvényes, úgyhogy ja, jó, bezárt. Okay. És mi adásba kerül már, rég nem igaz? És a pénztár pedig csütörtöktől vasárnapig, 4-től van nyitva este 7-ig, amíg az eladás kezdődik. De hát rengetegen jönnek be az irodába jegyet venni. És néha úgy a gazda szeme hízlalja a nézőket, igen, persze, szokták gyönyörködni, hogy állasson. Ülök ott a hülye asztalon mögött a számítógép előtt, és akkor jönnek be, és akkor persze megismernek. Jaj, láttuk már, és hál' Istennek legtöbben már minden darabot láttak. Tehát az, hogy most mutatjuk be a 14. darabunkat, és most gyorsan lesz egy másik, két egyfelvásos Fedó, mert egyszerűen
a közönség, főleg a család elleni, a Rékuni darabok piszkosulnak. Én tudom, azt láttam, és mondtátok is, hogy a család elleni család nincs olvaság, ellen, most az levehetetlen. Most az apa csak egy van is, eszelős. Tehát ezek úgy mennek, hogy nem igaz, és aki ezt látta, egyből veszi a többi adásra jegyet. Tehát van egy fertőz, érdekes, egyik fertőzi a másik. Van egy érdekes körforgás, és eddig mindig a család ellen nincs orvosság volt az, hogy abból 2-3-at mertünk játszani havonta, az nagyon nagy szó. Persze. Amikor nulláról építesz fel valamit, egy bevásárlóközpont mozitermébe, egy régi névvel, ami fantasztikus, hogy mit húz magával a múltból. Meg milyen elvárás. De azért oda szoktatni embereket persze. egy bevásárlóközpontba. És akkor még annyit hadd mondjak el, hogy a 13-ban is, pedig novemberben kezdtük, ugye a Vidám Színpadnak hihetetlen hagyománya volt a szilveszteri műsorokban. Tényleg. Képzeld azt el, hogy 13 novemberben kezdtük el, és december végén a Dezsővel összeraktunk egy kabarét. Nem tudtam, hogy ki fog benne föllépni, csak azt tudtuk, hogy neves meg minket. De megnevezetlen. Neves meg minket, az volt a címe, ja. Bújék, ja. Ja. 2014. És azt hiszem, hogy 2 héttel a szilveszter előtt kiderült, hogy a Harsányi Gabi csala, akik ráértek, hogy beleraktuk, figyelj, teltház volt. Aha. Minimálisan emelt. Tehát ez most már az, hogy szilveszterkor, most már nem feszítjük meg magunkat, mert általában mindig decemberben van egy új bemutató. És akkor az lesz a szilveszteri. És akkor gondolom, az lesz a szilveszteri, mert csináltuk azt, hogy nem a kabaré, és olyan muszáj kabaré. És meg volt a bemutató ilyen 21-én, 2-én. Beigli környékén. Igen, és akkor utána gyorsan összehozni egy szilveszteri műsort, ami 2 részes, ének, táncos, zenés, vidámkodó, kabaré jelen ide. Megőrültünk, meghaltunk a Dezsővel. Karácsonyfa alatt szerkesztettétek a szilveszteri műsort. Hát nem, szerint. Utána, mert hogy akkor még kevesebb idő van. Tudod, persze, ha már kihívás, akkor legyen kövér. Nem? Na úgyhogy aztán hál' Istennek ezt elhagytuk, és aztán most már ott tartunk, hogy dupla eladások vannak szilveszterkor. Délután is van egy, és este, és mindegyik teltházzal megy. És a család ellen nincs orvosság az, amit tudom azt, hogy aki azt megnézi, az a 440 ember, mert 460 volt, de egy sort kivettem, aha. hogy mi hozzáépítettem a színpadhoz, hogy lett egy előfüggöny, meg egy előszínpadunk is. És azt pontosan tudom, hogy akkor nyitva marad a pénztár a szünetben, és akkor veszik a jegyet a következőre. De jó, hogy rendezvényszervező volt, ha látod, hogy még erre is jár. Ugye, az agyad. Állati nagyon-nagyon fontos, és mindig elmondom, hogy nem önmegvalósítok. Persze. És nem az a fontos, hogy a feleségem Götzana vagy én a színpadon legyünk, szó nincs róla. Ami való, kőkeményen, ami nem. Tehát lehetne az, hogy nincs, szó nincs róla. Állati fontos, hogy jó szereposztások legyenek. És hál' Istennek, el is dől hál' Istennek mondhatom azt, hogy van most 2, de inkább egy olyan darab, és ezt nem bátásként mondom, ami nincsenek hatalmas nevek. Nem vagyunk benne régi vidámosok. Fiatalok vannak benne, ez a tökéletes esküvő teltházzal megy. Tehát úgy gondolom, hogy fontos az, hogy jól tudjál szerepet osztani, jól legyen, bepróbál, jó rendező legyen, és ráadásul, hogy teljesen egy külső Naszla Dévi rendezte, aki egy külső... Ráadásul a prózai színház világában. Abszolút, igen, és egy vígjáték, és egyszerűen a Kondákos Zsófi játszik benne, Szabó Máté, Rákati, Barta Alexandra, Végjuci, kit ne hagyja ki gyorsan, a Dénes Viktor, és ennyi. És zseniális. Hát úgy gondolom, hogy ha az ember jó alapokat tesz le a színházban, és azt mondja, nem csalódunk, mert jó előadások vannak, akkor már nem biztos, hogy fontos, hogy most ebben benne legyen a Straub, vagy a Bölöndi, vagy a Nyertes Zsuzsi, vagy valami. Mert az előző elviszi. Előadás már és ez az előadás már bizonyítja azt, hogyha netán abban sincs benne, nem tudom, de hogyha jó. Arra is most érdemes. Ilyen darab van, tehát most például azt a következő kérdezni. 2 darabban sem vagyunk. Na. Akkor még csak azt már, de jó, elbeszélgettük az időt, nem baj, akkor is mondd el, mi a fenet? Elkoptunk? Nem koptunk még, akkor vágunk, vagy akkor fejezzük be, amikor akarjuk, legfeljebb már alszik mindenkinek. A fene történik Szömörcén? Lehet, hogy mire adásba kerül, már meg is történt Szömörcén, de most még próbálom. Kérlek szépen, ez a darab, ez megíródott egy 2 évvel ezelőtt, kortárs szerzőt mondhatunk, Ivádi Gábor, aki egy hatalmas multicégnek a kreatív igazgatója,
zseniálisan ír, és nem mellesleg polgármestere volt egy ilyen, nem tudom, 50-60 fős falunak, nem tudom biztosan, de valami arányok azok valahogy így voltak. És ezeket a csodálatos élményeit vetette papírra, még az is lehet, nem tudom, hogy Szömörce, nem az volt, lehet, hogy Szömörce volt, nem tudom. Én nem tudom, hogy létezik-e ilyen. Sok címe volt a darabnak, az is volt a címe, hogy ha becsap a villám, a becsapott villám. Ez egy falunak az életéről szól, ugye manapság őrlet az, hogy mindenre pályázni kell. És akkor hallottuk nem olyan régen, amikor minden falu pályázott a különböző kilátótornyokra, még akkor is, hogyha valami medencében volt a falu. Mindegy, akkor építettek a busz megálló tetejére egy kilátótornyot, mert arra volt támogatás. És amit abból meg tudtak spórolni, abból megcsináltak csatornát, utat, járdát, stb. Most ez is erről szól, hogy itt van egy drága, Tóth Roland játssza a polgármestert, egy polgármester, aki próbálja a falut életben tartani, mindenféle pályázat, mindenhova pályáznak, rengeteg kisebbségi politikus van, állati fontos, hogy őket megszerezze, mert minden egyes kisebbségi politikushoz adnak azt hiszem 1 vagy 2 millió forintot, és az is valami. Tehát mindenhol szedik össze a görögöket, a ruszinokat, az oroszokat, kik vannak még? Minden van benne. És aztán borzasztóan fontos a cím. Tehát a Család ellen nincs orvosságnál volt az, hogy mitől megy ez ennyire. Nagyon-nagyon jó darab, de szerintem például a Délután legjobb, a Rékonynak sokkal jobb darabja, nem megy annyira jól, mint ahogy megérdemelné. A Család megy, és akkor megkérdeztem, akik bejöttek ugye az irodába, és vették, mert hát a címe. De mondom, miért? Hát, mert mindenhol van baj a családban, és akkor hát most itt valami receptet várnak, hogy akkor itt meggyógyulnak. De mondom, nem erről, édes, helyes, vagy valami. De mondom, apa csak egy van nál most, hogy beírtak, mint a házasság hetére. Marha jó pofa, mert a Pajnak egyszerre 2 felesége van. Tehát innentől kezdve 2 gyerek, az annyira aktuális. Jó pofa, de a cím, ugyanígy volt ez a, ha bejut a ménkű, ott is az volt, hogy a Nana, mert a Cilinek az volt a neve, hogy Nana. Tehát nézegettük, hogy mi az. Tehát ide kellett valami olyan penetra dolog, itt is már volt egy munkacím, mert már azzal kezdtük el hirdetni, de meg kellett változtatni, és kiderült, hogy jó lett megváltoztatva. Hát ez a bejut a ménkű. És akkor erre ez volt a munkacíme, hogy a becsapott villám. Mert a falunak a polgár, vagy a önkormányzati hivatalban fogja magát egy villám, bum, összedől, nem mondom. Jó, nem mondd, el nem mond, mert eurócenter. A lényeg az hozzá, hogy aztán azt mondtuk, hogy fontos az, hogy közben nagyon okos volt, hogy kartonfalú, papírfalú, mert hogy pályáznak szoborra. Csinálnak egy állati szobor, fantasztikus szobor, ami igazából egy kődarab, semmit nem fejez ki, de aláírják, hogy az ácsingozó inas, vagy tök mindegy. De amikor jönnek ellenőrzni, átviszik a másik faluba, és akkor teljesen más a neve. Hogy még ott is van egy. A gondolkozó traktoros, vagy bármi, de mindenhol fölvették rá a pénzt. Na, igazából erről szól, hogy a pályázat hátán, és ami a legédesebb poén, amit azt muszájak elmondani, olvastam, de így, hogy most olvasó próbál, hallotta az ember, hogy bejön valaki, ezt a gyereknek, hát ki szúrta ki a biciklugra? Nem, azt nem szúrta ki, szírta ki, te hülye, én a görög kisebbség vagyok, és elkezd táncolni. Hát olyan édes szófordulatok és poénokkal van telistele. Lementünk Annával Balatonra, a Annabella szállóban volt egy kis hétvége hirtelen, és ott lent elolvastam még egyszer a darabot, ketten ültünk egy kávézóba. Figyelj, hangosan röhögtünk. Tehát amikor az első felvonás minden második, de minden másfeledik mondat poén hátán, hát elmebetegség. És mi a címen? Én csak azt kérdeztem, hogy mi újság Szömörcén. Mert igen, mert aztán próbálkoztuk a okosfalú hülyéi meg mindent, de közben mondta, de nem hülyék, mert tényleg mindenki halál okos. Tehát hogy tudod azt visszaadni a címbe, hogy az, mert az először az ember a címet lát, meg lát egy fotót, ami te is, hogy úristen, hogy néznek ki, és marha sokat kell, hogy mondjon a cím, hogy elkezdjen agyalni. Most a becsapott villámnál az jó pofa, hogy most a villám belecsapva, vagy az, ami becsapotta, nem tudom, igen, most az, hogy a Szömörce, azt szerettem volna a szerző, hogy benne legyen, mert hogy a falunak a neve Szömörce, de hogy tudjuk azt oda tenni, hogy okosak is, sok hülyeség van benne,
És akkor én találtam ki azt, hogy Szömörce az eszement falu, ebben úgy minden benne van. Na most hallom, mondja a pénztárosunk, nagyon sokan érdeklődnek, mert azt hiszik, hogy gyerekdarab. De mondom, miért? Mert a Szömörce. Szömörce az olyan mesés. Kökölyszi, meg Bobolysze, meg Szömörce, meg Motyolce, vagy mi a bánat? Érted? Nem, szóval nagyon mindegy, jó. Bízom benne, most már nem fogok változtatni persze. Rajta, marad a Szömörce az eszemben. Mindjárt a premier. Én szerintem ebben minden benne van, a helyessége, a kis butasága, a vidámsága. Meg szállt fog tűnni mindenkinek, hogy este 7-es előadás, nem délelőtt 11-es, úgyhogy talán erről én rájön. Én ezt mondtam, hogy ha valami, persze. Akkor erre nem kéne rákérdezni, mert nyilván a gyerekeladásaink is vannak. Persze, egyébként, tudom, azért és azok vasárnap mennek reggel 10:30-kor. Úgyhogy most itt leblokkoltunk ennél a címnél, bízom benne, hogy még fotókat kell csinálni, minden, még látom azt, hogy nagyon óvatosan telik a premier. De állati fontos, hogy legyen egy nagyon-nagyon jó fotó. Persze. És már a kis szinopszis az megszületett, tehát az már úgy magáért beszél, hogy úgy érezzék, hogy miről fog szólni ez a dolog. Most persze. Egy pár ilyen sorozat megy a televízióban, most nem is mondom, hogy mi. Igen, de hát tudjuk, és ismerős a téma legalább abszolút, már, hogy abszolút, igen, rögtön igen. Az emberek kapcsolnak, és azt mondják, borzasztó, azon tudtunk nevetni. Nagyon-nagyon mulatságos, nagyon-nagyon helyes lesz, igen. Igen. Hát Tamás. Körülbelül a fele annyi dologról tudtunk beszélni, mint szerettük volna, de mivel hogy a műsoridő az helyel közel korlátozott, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szerintem nagyon jókat beszélgettünk. Én is köszönöm. A Vidám színpadról most már sok mindent tudunk, a régiről is, de most már az újról is, illetve ami félig megújult, teljesen megújult, és Böröndi Tamás és Straub Dezső vezetésével. Menjünk a Vidám színpadra, Eurocenterbe. Ingyen lehet parkolni, és nagyon közel van, Pomászhoz rendkívül közel van. Ami a nagyon fontos, nem mondtuk el, hogy most be fog zárni. És be fog zárni, tehát de gyönyörűen megújul, tehát mi május végéig játszunk, ez fontos info esetleg. Hát úgyis csomó bérlet ki van adva május végéig, de úgy tűnik, hogy szeptember, legkésőbb októberre fogunk tudni kezdeni, bezár és teljesen megújul és teljesen át. Tehát az új évaddal is elindult. Pontosan. Akkor mi megelindulunk a Vidám színpadra nézőnek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Tamás. Én is köszönöm. Köszönöm önöknek a figyelmet, majd nézzenek bennünket továbbra is. Viszontlátásra!